Hát, vége az egységnek. Nem tartott sokáig, 120 év volt. Olyan elszomorító, hogy Izraelnek most már 3000, ha Ábrahámtól számolom, ugye 1800-as évek időszámításunk előtt, 3800-3900 éves történelme van, és ha belegondoltok, hogy micsoda tragédia, hogy ebből 120 volt egységes, és azért ennek a 120 év egységnek is megnéztük azért az árnyoldalait. Ugye, ha visszagondoltok az elmúlt három alkalmon, szinte mindegyik egységes Izraelt vezető királynak az árnyoldalait néztük meg. Hogy nettóban ez mennyi volt ez az egységes királyság, azt nem tudom. Talán azt lehet mondani, ha tényleg így őszintén akarom, akkor Salamonnál valósult meg, az Dávidnál egy kicsit az élete végén, de Dávid meg ugye küzdött a saját családjával, ami néha polgárháborús helyzetet teremtett. Talán Salamonnál lehet azt kimondani, és ugye ezt is megnéztük, hogy mi okozta ezt, hogy a nép is felolvasta múltkor az igét, ugye ahhoz az igéhez szinte kísértetésen hasonló, amit mond az utolsó időkre, hogy esznek, isznak, házasodnak és nem vesznek érte semmit. Ugyanezt olvastuk ugye Salamonnál, hogy a nép miért volt csöndben, azért volt csöndben, mert evett, ivott, jól lakott és jólétben élt. És ugye azt a következtetést vontuk le, hogy mindig a jólét, abban az ember hajlamos elfordulni az Istenétől, mert minden ott van neki kézen fekvően, holott legalább a jólétben a jólétet meg kéne köszönni az Istennek, ha más köszönni való nincs is, az az eredetit, de általában a jólétben nem emlékeznek meg erről az emberek, és ezért lehet látni, hogy a jólétnek is komoly hátulütője és komoly kicsapongásai vannak, nagyon nagy istentelen időszakot tud hozni. Csak ahogy mai példát hat hozzak, a keresztény Európa, amit keresztény Európának hívunk, és tényleg Európa minden más földrészhez képest óriási előnnyel indult. Nézzétek meg, hogy az a nyugodt Európa, ahol a kereszténység, ahol az Isten telenség először megjelent, ott az teljesen összeköthető a jóléttel. Tehát mi talán kelet-európaiak, csak azért léptünk be ugye az Unióba, mert azt ígérték nekünk, hogy majd abban a jólétben fogunk élni, ahogy Nyugat-Európa. Most én nem tudom, 20 év fölött vagyunk már, hogy beléptünk az Unióba. Én úgy látom, hogy még egy pici híja azért ennek mindig van, és talán meg is marad ez a híja, de lehet látni, és talán addig jó nekünk, mert azt látom, hogy a jólét az egyre jobban eltávolítja az embereket Istentől, és akkor úgy fogalmazok, hogy nagyon kevés ember az, aki tudja kezelni a jólétet. Ezért látjátok Salamon idejében az Isten népe nem lázadt föl Salamon ellen, senki nem az akkori aktuális főpap nem emelte fel a szavát, mert Salamonnak a szolgálatát kellett volna mérni. Sőt, még egy dologra érdemes odafigyelnetek, hogy Saulnál, Dávidnál beszéltünk profétákról, ott voltak mellette a proféták. Salamon idejében nem nagyon beszélünk, nem nagyon hallod, hogy a proféta megszólalt volna. Szóval nagyon érdekes dolog ez, hogy egy óriási csönd volt, és nézzétek közben a vezető pedig nagy erőkkel, és ugye erre is kitértem, hogy a vezető nagy erőkkel félre tudta vinni az egész népet. Ugye Salamonnak volt egy felívelő időszaka, mindenki feltétel nélkül fogadta el a salamoni döntéseket, hát bölcs döntéseket hozott, és ugyanilyen feltétel nélkül fogadták el a hülyeségeit is, és az egész országot belevitte. Belevitte egy bálványimádásba, és lerakta az alapjait annak a királyságnak, a felbomlott, a kettő szakadt királyságnak, ahol tulajdonképpen már csak nyomokban volt felfedezhető, hogy Istent követték. Ugye ezt az igét felolvasom még egyszer, nem élte váratlanul, nem szabadott, hogy váratlanul érje Salamont, illetve Izraelt ez a fajta döntése Istennek, ugyanis Salamon még nagy erőkkel király volt, amikor ugye az Egy Királyok könyvének a 11. részében, Egy Királyok 11. vers a következőt mondja, mondta azért az Úr Salamonnak, miután ez történt veled, majd megnézitek, hogy mi történt vele, és nem őrizted meg az én szövetségemet és az én rendeléseimet, amelyeket parancsoltam neked, elszakasztom tőled az országot, és adom a te szolgádnak. Mindazáltal, míg élsz, nem cselekszem ezt Dávidért, a te atyádért, hanem a te fiadnak kezétől szakasztom el azt. De nem szakasztom el az egész birodalmat, hanem egy nemzetséget adok a te fiadnak Dávidért,
az én szolgámért és Jeruzsálemért, amelyet magamnak választottam. Ebben a három ige versben Isten tökéletesen felvázolja a jövőt Salamonnak, hogy Salamon mennyit értett meg belőle, minden bizonnyal nem sokat. Mert utána azt látjuk, hogy személyesen nyalogatta a sebeit a Prédikátor könyvében, és ezzel félre ne értsetek, a Prédikátor könyvben nekünk óriási igazságokat tartalmaz, de most Salamon szemszögéből nézzétek ezt a könyvet, viszont nem tett lépéseket. Számtalan helyen az Ószövetségben, ahol bocsánatot kértek, még olyan királyok is, akiket majd most az egységes királyságban hót istentelen királyok, de bocsánatot kértek Istentől, Isten megváltoztatta, el kellett volna veszítsék a csatát, és nem vesztették el, stb. Tehát Isten a bűn bánatra, még az Ószövetségben is nagyon korrekt módon reagált. Salamon felismerte a bűnt, de ha ilyen szemmel olvassátok el a Prédikátor könyvét, és javaslom egyszer ilyen szemmel, köze nincsen az 51. Zsoltárhoz. Ugye az 51. Zsoltár egy bűnbánat szemléletű Zsoltár, a Prédikátor könyve apró részletekig felismeri a bűnt, de nem bűnbánat szemléletű. És azt gondolom, hogy itt okozta. Salamon vissza tudta volna még fordítani, és utána innentől kezdve menthetetlen volt, és ketté szakad a királyság. Figyeljetek, Isten tökéletesen közli Salamonnyal, megmondja az okokat, nem őrizted meg az én szövetségemet és rendelésemet. Ugye megnéztük múltkor a 4-5 Mózesben a királyok törvényét, mindegyiket megszegte Salamon, mindegyiket. Ne legyenek sok lovaid, ne legyen sok feleséged. Tehát ő úgy megszegte, szoktam mondani, hogy aki bűnre adja a fejét, ott tényleg érdemes akkor rendesen megszegni, mert különben félig nincs nagy értelme, mert hogyha, ha már arra rök, akkor csináld meg rendesen, mert hát különben olyan félig. A Salamon ebben korrekt volt, ő tényleg rendesen minden egyes pontját, a másik végletet csinálta. Figyeljetek, amit még megjövendől neki Isten saját szavával, hogy elszakaszom tőled az országot, beteljesedik. Azt mondja, hogy nem a te életedben, hanem a te fiadnak, azért beteljesedik. Azt mondja, hogy tulajdonképpen itt elmondja, hogy kettő nemzetségre válik. Ugye Izraelről nem beszél az északiról, azt mondja, Dávid miatt meghagyok egy déli nemzetséget, ez a Júda, ugye két nemzetség, két törzsből áll, a Benjáminból és a Júda törzséből, tehát pontosan megmutatja azt, ami megtörténik. És figyeljetek, a legutolsó, ugye Salamonnak itt a következő, a 14. versről, és itt zártuk le múlt héten, Salamon meghal, és nagyon érdekes az utolsó része, hogy kezdődik a Károliban Salamon ellenségei és halála. Tehát azt lehet látni, hogy az élete a végén nem csak itt-ott-amott borult fel az Istennel való kapcsolata, hanem ugye ez a felborulás, úgy olvassuk, hogy Salamon ellenségei, ugye csak egy verszakot beleolvasok, és ellenséget támasztott az Úr Salamonra, az edombeli hadádot, aki az edombeli király nemből való vala, mert mikor Dávid stb. Te mit csinált, az a béke időszak az egy az egybe lezárult, és Salamonnál elindul már. Figyeljetek, Salamon úgy uralkodott, hogy nem kellett neki harcolni. A belső dolgokat az elején rendbe tette, és utána egy békeidő volt. Képzeljétek el, ugye ma, ha hirtelen megtámadnák Magyarországot, nincsen szak. Én szerintem nagy, hogy a fiúk most a kórházba dolgoznak, és az a legnagyobb feladatuk, hogy ötös korterem, kettes ajtó, stb. Szóval hirtelen ide bejönnének, én nem tudom, mit csinálnám. Tehát ez egy érdem, mire behívnák a tartalékosokat, addigra az összes drón végigmenne rajtunk. Tehát körülbelül így volt Salamon, amikor rátámadta az edombeliek, ugye, akik meg hát edomiták, ugye Ézsau leszármazottai állandóan erős, harcos lények, edzett emberek voltak. Hát egyenlőtlen volt a veszély, hát persze, hogy össze-vissza vágták, tönkretették őket. Figyeljetek, ebben az időben még Izrael tett adófizetőké mást, és majd meglátjátok az egységes királyság felbomlása után, ez homlok egyenes fordul, Izrael válik újra adófizetővé az emberek számára. Tehát ahogy Isten jelezte Salamonnak, a halála után a bűnei miatt a királyság ketté szakad, és még egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt is megjelentette Salamonnak, hogy mi miatt szakad ketté a királyság, a bűnei miatt. Tehát csak szeretném elmondani, hogy a vezető bűnei, akármilyen vezetőről beszélünk, legyen az politikai, egyházi, bármilyen családfő, stb. Bármilyen vezetői beosztásban lévő, egy családba, ha a család feje bűnben él, azt higgyétek el, hogy az egész családra kihat. Ez nem is kérdés. Ez nem is kérdés. És ugyanígy van ez minden szempontból, tehát Isten egyértelműen azt mondja, hogy a népet ő vezette rá, a nép mit látott? Látta, hogy Salamon áldoz a Jáhvének épített templomban, és áldoz a Baálnak épített templomban. És azt mondta a nép, hogy tök jó, akkor megyünk a király után. Nem véletlenül nézzétek meg, hogy a vezetők, különben amikor itt érthetitek meg, hogy miért nem akart Isten királyt,
nem azért, mert féltékeny volt rá Isten, azért, mert tudta, hogy a király képes elhajtani a nép szívét az Istentől, és nézzétek meg, hogy ez a mai napig így van. Kialakul a megosztott királyság, ugye egy északi részből áll, amit Izraelnek hívunk, tehát innentől kezdve kérlek benneteket, hogy az Izrael szó alatt ne az egész Izraelt értsétek, csak az északi 10 törzset értsétek. Ők ugye 930-ban szakadt ketté a királyság, Salamon halálával, utána egy nagyon rövid ideig a fia Roboám uralkodik, de őket majd meg fogjuk nézni részletesebben a következő alkalomtól, ma csak a kettőszakadást nézzük meg, hogy mik voltak az okai és következményei, és utána ugye egy hasonló nevű figura, csak a szót elé tesszük, egy Jeroboám lesz a másik, és ő megalakítja Izraelnek a 10 törzsel az északi királyságot, de ami a legmegdöbbentőbb, hogy Jeroboám nem csak az északi királyságot, Izraelt alakítja meg, hanem megalakítja a Jeroboám féle vallásos kultuszt is, amiről utána nem tudnak kikeveredni. És ez mikor van vége? Időszámításunk előtt 722-ben jösznek az asszírok és elviszik őket, és őnekik még azt se adatott meg, hogy visszatérhettek, mert ők soha nem tértek vissza. Van a déli rész Júda, két törzs, Benyámin és Júda törzse. Itt felhívom a figyelmeteket pont a 144 ezernél, ugye mondtam, hogy miért Júdával kezdődik a felsorolás, és miért nem Rubennél. Ez a két figura, a Júda és a Benyámin a 12 Jákob fiából a legellenmondásosabb volt. És ez a két törzs is lett a legellenmondásosabb. Ugye Júda tulajdonképpen, hogy miért lett ő a mesiásnak a gyökere, ez érdekes kérdés. Én egyetlen egy okot látok rá, csak gondoljatok bele, amikor ott hagyja zálogba a dolgait, ugye, akit ő prostituálthoz készült, de ugye közben kiderült, hogy nem oda ment, hanem a mennyéhez ment, és utána egy valami nagyon érdekes dolgot felfedezhetettek utána Júdában, hogy ami úgy összességében a Jákob 12 fiának, ha megnézitek a szellemiségét, akkor tulajdonképpen több mint 12 éven át titokba tudták tartani, hogy József lett tulajdonképpen nem megölte egy állat, hanem eladták. Tehát ők minden nap, amikor Jákob felsóhajtott, hogy hol van az én fiam, ők minden nap hazudtak. Mert nem mondták azt, hogy bedobtuk egy kútba, és lehet, hogy elvitték rabszolgának, hanem azt, hogy tartották magukat ahhoz a hazugsághoz, hogy egy vadállat széttépte, mert ugye összekenték a cifraruhát. Képzeljétek el a lelkületet, hogy amikor az apjuk a legmélyebb pontokon volt, hogy ott Benyáminnál ez kicsúcsosodik, amikor az apjuk beint nekik, és azt mondja, hogy na jó, Józsefet elvesztettem, Benyámin már nem fogom, stb. De ezek körülbelül 12 évet voltak külön, talán egy kicsit többek, de ezek 12 évig hazudtak. Tehát azért egy megátalkodott fickók voltak ezek, higgyétek el, nem matyolízes volt egyik sem. Ugye Júda, olvassuk az életét, hogy többinek milyen, ugye Rubennek is azért volt a gonoszsága, és stb. Rubben volt a nagy akciós, aki azt mondta, hogy jöjjük meg, könyörgöm, jöjjük meg. Na mindegy, de a Júdánál, ha megnézitek, Júda azért nem élt egy olyan hívő életet, és mégis ő kerül előre. Benyámin nemzetségéről meg tudjuk, hogy ki akarták tiltani. És ugye erre mondtam én azt, hogy pont Isten ezt a kettőnek adott, ez a kettő lett a déli királyság, tulajdonképpen a messiási örökségben. Miért? Mert hát ezeknek szükségük volt bűnbocsánatra, és van egy érdekes dolog, hogy Isten tudja, hogy az embernek szüksége van bűnbocsánatra, de mikor találkozik az isteni akarat és az emberi, hogy az emberben fellép az igény a bűnbocsánatra. Mert hiába tudja az Isten, hogy szüksége van az embernek bűnbocsánatra, az embernek is kell tudnia, hogy szüksége van bűnbocsánatra. Pontosan a szív megkeményedése azt jelenti, és majd nem sokára a farizeusokról fogok tanítani. A farizeusoknak pontosan az volt a csődjük, nem az, hogy nem ismerték az igéjét, nem az, hogy nem jártak közösségbe, hanem az volt, hogy nem ismerték fel azt, hogy szükségük van bűnbocsánatra. Mindig csak azt ismerték föl, hogy a velük szemben állónak van szükség bűnbocsánatra. Szoktam mondani, amikor hallgat az ember egy igét, és az jut eszébe, hogy körbenéz, és azt mondja, hogy de kár, hogy nincs itt a Pisti. Ez neki szól. Na itt el kell felejteni, na az biztos, hogy neked szólt az az ige. Amikor másra gondolsz, hogy neki szól, ez egy érdekes, a farizeusok követték el mindig ezt a hibát. Ezért ezt az időszakot az Egy Királyok és a Kettő Királyok könyve írja le, ahol ugye párhuzamosan haladnak az északi és a déli uralkodók, és ott mutatja be a tevékenységét. Itt egy dologra felhívom a figyelmeteket, hogy az Egy és a Kettő Krónika könyve már csak a déli országrészt követi nyomon.
Tehát az az érdekes benne, hogy a királyok könyve az az északit és a délit párhuzamosan vezeti, ezért nehéz lesz majd eligazodni benne egy kicsit, meg kell nézni, hogy kikinek a leszármazottja, és akkor lehet, ezért ez a táblázat segíteni fog benneteket. De a krónika könyve az már a déli ország rész történetét követi. Miért? Mert ugye, ha visszagondoltok, a Dánielnél elmondtam, hogy a krónika könyve, ugye felolvastuk a kettő krónika végét, ami pontosan azzal az igével zárult, amivel kezdődött ugye a következő rész. Tehát mit jelent ez, hogy a krónika könyve az tulajdonképpen a babiloni fogsághoz vezető út. Na most a babiloni fogság kit érintett? Kizárólag a délieket érintette. Ezért a krónikát, ugye ezt azért fontos tudni, mert ha a krónikák könyvéből akarok kiragadni igét az északi királyságra, nehéz lesz, mert a déliről szól. Tehát ezért muszáj elhelyeznem, tehát az igéből kiragadott igék, akkor azok veszélyesek tudnak lenni, ha nem tudtam elhelyezni. Tehát a kettő krónika, egyetlen egy kivétel van, majd újra visszajön, hogy csokiért házi feladat, ezt régen csináltuk, hogy ma adok föl ilyen kutatóst megint, de megkereshetitek majd. Van egy kivétel, mert egy kivétel, egyetlen egy királyt és egyetlen egy eseményt a krónika könyve is említ az északi királyságokból, úgyhogy ezt most meghagyom nektek, hogy esetleg majd keressétek meg, akkor nem lövöm le a poént, hanem meghagyom, és majd még egy ilyen lesz. Tehát a kettő, az egy és a kettő krónika, hogyha a krónikák ezért külön, mert ugye sokszor azt hittük, hogy a krónika mire jó, mert megismétli a királyok könyvét. Igen, a déli királyok értelmében, igen, megismétli, mert ez a Babilonhoz vezető utat jelenti. És ha megnézitek a királyokhoz képest, a krónika kiegészítéseket tesz. Mondok egy példát. Manasszé nevű királyról a királyok könyve azt írja le, hogy 55 évig leírja, hogy egy olyan gonosz király volt, ide írtam a szót, csak nem találom, a lényeg egy olyan gonosz király volt, hogy egyszerűen Isten nagyon haragudott rá. Ilyen gonosz király volt. A krónika könyve két mondattal kiegészíti Manasszé életét. Azzal, hogy 55 évig uralkodott, és azzal, hogy az élete végén megtér. Ez egy jelentős kiegészítés? Hát egy jelentős kiegészítés. Ez körülbelül olyan, mintha kimaradt volna a Prédikátor könyve a Salamon életéből. Tehát ez olyan. Ha a Salamon életéből kimarad a Prédikátor könyve, akkor meggyőződéssel lehetne azt mondani, hogy kizárt dolog, hogy Salamonnak bármilyen esélye volt az atyáik közé takarítani. Kizárt dolog. Hanem akkor Salamonra az lett volna az érvényes. Salamon még a móloknak is épített templomot, akik ugye emberáldozatot mutattak be. Tehát Salamonra akkor az lett volna érvényes. Majd nézzétek meg itt a nemegységes királyságba, Isten vakarja a fejét. Olyan királyok lesznek, hogy Isten vakarja a fejét. A két királyság között az is különbséget tesz, hogy 140 évvel előbb szűnik meg az északi királyság, ugye az megszűnik 722-ben és csak 586-ban a déli, és az északi királyságnak ugyanannyi királya volt körülbelül, szinte számra pontosan majdnem, mint a délinek. Az mit jelent? A lényegesen gyorsabban cserélődtek. Miért? Hát mert olyan elviselhetetlen voltak. Tehát valamelyik a néhány napot élt meg királyként. Igen, két napot. Tehát egyszerűen most képzeljétek el, mikor az Isten adja az életet, és az Isten veszi el az életet. Képzeljétek el, hogy az Isten, mikor lenézett erre a királyra, és azt mondja, hogy ebben nincs több, mint két nap. Szóval azért ez és ha megnézitek az északi királyokkal kapcsolatban, lényegesen szükszagúbb a Biblia, mint a déliekkel. Miért? Nincs mit mondjon róluk. Egyetlen egy reform, a déli királyok közül három reform királyt is ki tudok majd emelni. Most én úgy fogom venni, hogy nem párhuzamosan, hanem megnézzük az északiakat. Az északiakat elküldjük Asszíriába, és ugye mivel nem jönnek vissza, ezért ővelük már nem kell foglalkoznunk többet az Ószövetségben, és utána megyünk a déliekre. Északi királyok közül a Jéhu dinasztia kivételével nem tudok más említeni, aki reform királynak mondható. Nincs is több. Ugye a délén majd meglátjátok, ott azért három királyt is tudunk említeni, a három királyokat, akik azért valamit letettek, de ezért ugye azért érdemes ezt a szelekciót megtudni, hogy nem feltétlen biztos, hogy a krónikák könyvében minden királyt megtalálsz, és főleg az északiakat nem fogod megtalálni, mert ők már csak a déliekről szólnak. Egyszer volt egy ilyen esetem, hogy mondta, hogy a krónika könyvében megtalálta ezt, és hát ott részletezi annak az északi királynak az életét, és mondtam neki, hogy nem részletezi, hidd el, nem részletezi, mert nem ugyanarról szól. Úgyhogy, de nagyon sok kiegészítés. A krónika könyvét úgy képzeljétek el a királyokhoz képest, mint ahogy az evangéliumokhoz képest a János evangéliumát.
Tehát ugye a János határozottan nem írja le még egyszer azt, amit a másik három leír, mert azt mondja, hogy minek? Hát azt mondja, leírták a többiek. Hát meghazudtolnám őket, ezért a János mit csinál? Leírja, azt írja le, amit a többiek kihagytak. Az, amit mind a négy evangélium leír, hát arra meg nagyon érdemes odafigyelni, mert az meg húsba vágó és életbe vágó. Még pár dolgot fölírtam, hogyha a kettéosztott királyságról akartok olvasni még, akkor Ézsaiás, Jeremiás, ugye Jeremiáshoz a nyavajgáshoz hozzátartozik, de ugye síralmai, hívjuk így, mert joggal sírt. Húzseás, Joel, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás szól erről a korszakról. Tehát amik ebben a felsorolásban nincsenek benne, azok nem erről a korszakról szólnak. Ha megnézitek, Ezékiel nem erről a korszakról szól, Ezékiel a déli királyság és Babilonról szól. Ezért például nagyon érdekes dolog, de Ézsaiás és Ezékiel proféciáit nagyon nehéz összevetni, mert egészen más háttérből jönnek, és egészen más is volt a témájuk. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Ézsaiás ugyanarra utal, mint Ezékiel, nem ugyanarra utal, teljesen más a hátterük. Azért érdemes ezt tudni, mert Ézsaiás nem fog profétálni a déli királyságnak, és az azzal kapcsolatos. Tudjátok, hogyha viszont ha nem fog profétálni a déli királyságnak, akkor még egy dolgot el szeretnék mondani, hogy akkor ugye a déli királyságból jött ki a messiás, tehát ezért a legkeresebb messiási proféciát találjátok meg az északi királyság felé profétáló proféták között. Miért? Mert azok az északi királyságnak voltak a profétái. Ugye a legtöbb messiási profécia az a déli királyságos proféciákból jön, például a legmélyrehatóbb messiási proféciák ott vannak Ezékiel könyvében. Ezékiel megdöbbentő proféciákat mond. Van, találsz máshol is, én nem azt mondom, de nem volt jellemző ez, és ezeknél a profétáknál tudjátok ezt megtalálni. Különbséget kell tenni, amire felhívom a figyelmeteket, és kimondottan a jövő értelmezése szempontjából, különbséget kell tenni jövőre vonatkozó profécia és apokaliptikus profécia között. Ez azért nagyon fontos, mert lehet, hogy Ézsaiás mond a jövőre vonatkozó proféciát, de az nem feltétlen biztos, hogy apokaliptikus. Ugye apokaliptikus proféciákat majd megnézitek, ugye nincsen benne a felsorolásban például Zakariás. Ha valaki mondott apokaliptikus proféciát, leteszi a lábait az olajfák hegyére, akkor az Zakariás mondta, nincs is benne ebben a felsorolásban, egészen más volt a tárgya. A Jelenések könyvében is zömében olyanokra utal vissza, ugye akik apokaliptikus proféciát, ha megnézitek, Dániel nincs benne ebben a felsorolásban. Mégis benne ebben a felsorolásban, mert nem volt ehhez köze. Egészen más helyben volt, és más profétát, és ezért, ha megnézitek, az apokaliptikus proféciákat mindig a déli királyság profétái mondták. Miért? Hát mert azok voltak a messiás leszármazottai, azokat érdekelte ez a kérdés. Úgyhogy ez is egy fontos dolog, hogy ilyen szempontból is érdemes olvasni őket. Miért lett ketté osztott a királyság? Ugye az izraeli uralkodók közül csak ennek az első háromnak adatott meg, hogy a királysága egységes volt, vagy legalábbis egyben tudták tartani, de egyszerűen annyira eltávolodtak Istentől, hogy Isten egyszerűen nem tudta megmenteni az egységet, és ma erre hívtam fel a figyelmet, hogy egység azok között van, ahol ugye, hogy mondja, hova küld áldást az Isten, ahol egységben lakoznak az atyafiak. Nagyon sokszor mi mindig keresjük az áldásnak, az Isten támogatásának a különböző okait. Ugye karizmatikus mozgalom ezt a démonológiában találta meg. Testvéreim, nagyon sokszor az áldásnak egyszerű oka van, hogy elmarad. Az egység hiánya. Családon belül is vonatkozik. Mert mit mond a Biblia? Azt mondja, ahol egységben lakoznak, oda mit mond az Isten? Oda küldök áldást. Tehát amit biztosan megnevez, az, hogy te most 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros jutalmat fogsz kapni, ezt nem tudod, hogy melyik kategóriában van. Ugye 1000-szeres az nincs annyira. De mindegy. Mindenki a 100-szorosban van természetesen. Ugye, mikor sokat adakoztunk, akkor mindig azt mondták, hogy 100-szorosságból áldjon meg az Úr. Ezt nagyon érdekes, megfigyeltem. Amikor csörgött, akkor azt mondták, hogy áldjon meg az Úr. Tehát ott még a 30-szorosat sem mondták meg. Mocskos zsivány banda volt ez, higgyétek el. És a lényeg az, hogy Isten pedig egészen más. Azt mondja, hogy áldást oda küldök,
hol egységben lakoznak az atyafiak. Figyeljetek, egy bármilyen közösség, és most ne csak vallási felekezetre gondoljatok, meg gyülekezetre, bármilyen közösség addig működik sikeresen, amíg egység van. Abban a pillanatban, hogy bejön a megosztottság. Figyeljetek, egy közösség addig működik jól, amíg ugye Isten pont ezt akarta, azt mondja, amíg nem választanak maguknak királyt. Abban a pillanatban, hogy királyt választanak. Mindig voltak különbségek a közösségen belül talentumokban, ezt elmondja az Isten, de azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy királyt választottok, abban a pillanatban megszűnik. És nézzétek meg, ez szinte mindenhol politikában, gazdaságban, egyházban megtörtént a királyválasztás. Ez megtörtént a királyválasztás, a király fölborítja az egységet. Ha a király úgy viselkedik, ugye volt a Chuck Smith, aki a magyarországi Golgota, ez a Calvary Chapel megalakítója Amerikában, ami az egyik legnagyobb keresztény gyülekezetnek számít még mindig Amerikában. Ugye ő mondta azt, hogy viszonylag alázatos tudott maradni az utolsó pillanatig. És alázatos körülmények között élt, ugyanabban a házban halt meg, ahol semmilyen ilyen mai alőrjei nem voltak. Úgyhogy ő volt az, hogy egyszer egy hatalmas nagy konferencián, természetesen ugye egy vallás alapítót, vagy egy gyülekezet alapítót, egy 5-10-20 év múlva, ha a hírők száma eléri a több százezret, vagy a több milliót, isteníteni fogják. Ugye ebben hibás a nép is, de itt kinek kell, itt a vallás alapítónak oda kell figyelnie. Figyeljetek, maga Jézus Krisztus soha nem engedte meg, hogy istenítsék. Mindig utalta az atyára. Aztán utána jöttek az utódok, Pál, stb. Ők még ebben jól álltak bele. Aztán utána egy jó 2000 éves szünet, és nagyon könyörgöm az Istenhez, hogy most újra jöjjenek ilyenek, akik nem a pozícióért, hanem csak az Isten miatt csinálják, mert akkor lesz majd újra igaz evangélium hirdetés, és én azért ennek már látom a nyomait, hála az Úrnak. És ez a Chuck Smith ugye egy nagy konferencia, ugye a konferenciák mindig több tízezresek, vagy akár több százezresek is, és hajnalban szedi a szemetet. És ha jönnek a szolgáló testvérek, és kitépik a zsákot a kezéből, és akkor letérdel, és könyörök, hogy nem magatok miatt, ti nektek már úgyis mindegy, ti nektek már úgyis én vagyok az Isten, magam miatt, hogyha ti már elhittétek, hogy én vagyok az Isten, legalább én ne higgyem el, hogy én vagyok az Isten. Úgyhogy ez egy kölcsönös dolog, én nem azt mondom, hogy mindegyik ilyen megalomániás vezető azért alakult úgy, mert mind a két fél benne van. Benne van a ő saját maga is, és benne van a hallgatóság is. Benne van. Valakinek azt kér, ha a hallgatóságnak nincs annyi esze, mert ugye azt tudjuk, hogy ő pedig a kívánságai szerint, ha a kívánságainak megfelel egy vezető, akkor ő hatalmon tartja, akkor a vezetőnek kell lennie. Ugye a Pálnál, talán Máltában, a máltai a kívánságainak megfelelt Pál. Pál erre hogy reagált? Pedig figyeljetek, Pál király lehetett volna. Még azért ma is elgondolkodnánk rajta, nem? Most, hogy itt lassan megüresedik a brit trón, és akkor valaki küldene egy levelet, hogy úgy döntött, hogy te lennél az. Hát nem tudom, hogy az ember csipőből el tudná utasítani, de Pál csipőből elutasította. Miért? Mert tudta nagyon jól, hogy ez mivel jár. Ezért a kettészakadás utáni korszaknak a jellemzőit én kiírtam. Ugye ezek a beazonosításban a történeteket én nem olvasom el, majd ki fogunk térni, minden királyból egy kicsit kihasítok, valamiből többet. A királyokat, az északi királyokat végig fogjuk nézni, ilyen négyes, az északi a királyság történetét, az északi részét, a kettészakadt királyság történetét majd négy részre fogjuk osztani. Én csináltam egy ötödiket, az Akháb és a Jézabel csodapáros külön vesszük. Őket muszáj különvenni, ezt az állampárt, mert ők a mai napig hatályos az ő hatásuk. Tehát ez a szellemiség, amit Akháb és különösen Jézabel képvisel, és hogy a Jézabel szellemét már annyiszor hallottátok annyiféle verzióban, én majd most szeretném ez alapján, az Akháb története alapján megnézni, hogy mi is volt az a Jézabel szelleme, amit előre leszeretnék szögezni, hogy Jézabel szellemének semmi köze nincs a nőkhöz. Tehát ugye nőket kiválóan lehetett vele ostromolni, ha egy nő kinyitotta otthon a száját, és azt mondta, hogy papa, ne költsük már az összes pénzt, egy kicsit hagyjunk tartalékba, ne dobd már be az utolsót is az Isten munkájára, legalább egy havi maradjon meg, parti Jézabel kivész! És a férfi elkezdte üzni az asszonyból a Jézabel szellemét, holott mi volt az igazság? Hogy az asszony mondta az igazat. Az igazat, tehát nem nőhöz kötött a Jézabel szelleme. Ez egyszerű volt. Az én anya szente egy házamban csak elég volt annyit mondani a nőknek, hogy Jézabel, és a nők befogták a szájukat. Amikor beszélniük
kellett volna. Tehát ez egy olyan igazság, ami nem tudtam tudom, amikor pont, de majd most feltűzöm, és akkor most könnyebb lesz. Ez egy olyan igazság, ami azért nagyon-nagyon fontos és megszívlelendő, de meg fogjuk nézni. Tehát a kettészakadás után van egy sötét és küzdelmes időszak, amit nem csak a, ugye itt elolvassuk, hogy Salamonnak már ellenségei voltak, de nagyon megdöbbentő benne, hogy nem a külső támadások teszik nehézzé, hanem a belső teszi nehézzé. És ezt csak javaslom, hogy figyeljétek meg, hogy az embernek rengeteg külső problémával kell megküzdenie, de sokkal könnyebb, ez érdekes jelenség, még egy családot is, ha megnéztek, sokkal könnyebb megküzdeni a külső problémákkal, mint a belsővel. A belsővel nagyon nehéz megküzdeni. Azzal nagyon nehéz megküzdeni. A külsőből megcsinálsz 10-et, még a belsőből 1-et, ezért mindig egy közösséget szokták mondani, hogy egy politikai pártot mit tesz tönkre. És akkor jönnek a partizánok, hogy majd külföld, majd kívülről, majd külföldről, stb. Nem. Egy politikai pártot, ha nagyon erős, és ez akár lehetne profécia is, mindig belülről saját maga fogja tönkretenni magát. Kívülről, ha erős, belülről senki nem tudja tönkretenni, mindig belülről. Nézzétek meg az utolsó nagy kommunista rendszer, hogy ment szét, nem külsőből ment szét, hanem belső rohadásból ment szét, és mindegyikre ez volt jellemző. Ezért ugye elindulnak, ami tulajdonképpen viszonylagos békeidő volt Salamon idejében, az megváltozik, mert belülről béke volt, még kívülről is. Először ugye elindul a külső támadás Salamon halála előtti időszakban, de utána nézzétek meg, már a két ember között, a Roboám és a Jeroboám között ugye két részre szakad. Amikor azt mondom, hogy egy országot bármilyen politikus két részre szakít, bármilyen politikus, bármilyen okból két részre szakít, akkor ő ott abban a pillanatban borítékolta a saját bukását is, már csak időkérdése. Miért? Mert egy ország, egy közösség, és egy közösség csak egységesen tud működni. Ezért ki a jó politikus? Ugye mindegyik, ha megfigyeltetek a választásokat, mindegyik elmondja, hogy én az egész ország miniszterelnöke szeretnék. Lesz minden 4 évben hallod ezt a dumát. Aztán utána, amikor elkezdődik a ciklus, akkor kiderül, hogy azért mégse. Azért az a tévé, azért csak egy részének szól, az a rádió, csak egy részének szól, aki a másik részének szól, annak csak befogják a kis pofáját, csak lekapcsolják, csak elhallgattatják, tehát kiderül, hogy azért mégiscsak ő az őjéhez szól, és utána már ugye a pártgyűléseken mi van, meg az újabb választáson már kihez szól? A sajátjaihoz szól. Tehát ezért ugye mi történik? Abban a pillanatban azért volt egységes királyság, mert egybe tudta, voltak kilengések, de egybe tudta tartani. Ezért testvéreim, az egység a kulcs. Az egység nélkül tök mindegy, hogy mi mit csinálunk és mit cicomázunk. Ha nincs egység, akkor azt gondolom, hogy az bukásra van ítélve. Nézzétek ma, az ördög mit támadott meg, bármilyen egy egyszerű gittegyletet ma nagyon nehéz. Egy munkahelyi közösséget, egy 3-4 fős munkahelyi közösséget alig lehet egybe tartani. Vagy mondhatom már talán múlt időbe, hogy talán nem is lehet. Egy osztályközösséget, hogy minden rész érintsek, egy óvodai közösséget, egy szülői munkaközösséget. Ma már régen úgy jelentkeztek, hogy ki lesz a SMK-nak a vezető. Ma, mikor azt mondják, hogy ki akar a szülői munkaközösség, akkor mindenki bujik le a pad aláé, vagy el sem megy arra a szülőértekezletre. Miért? Hát mert senki nem akar ilyen közösségi feladatokat vállalni. Ki akar egyesületi elnök lenni, egyesületi titkás? Senki semmit nem akar vállalni, mindenki lerúg magáról mindent. Miért? Nem azért, mert nincs rá talentum, hanem azért, mert tudják, hogy nagyon nehéz megbirkózni a közösségi feladatokkal. Jó? A másik ugye, hogy a Biblia szinte minden területen az egységes királyság felbomlása után hanyatlást mutat be, ezért ezt az időszakot, mint minden másikat is, nem emberi, hanem isteni szemszögből mutatja be. Tehát majd megnézitek például Akháb idején óriási építkezések voltak, gazdasági és politikai szempontból egyáltalán nem volt hanyatlás. Politikai szempontból egy erőskezű uralkodó pár vezette az országot. Az volt, amit ők mondtak. Gazdasági szempontból olvassátok el, óriási építkezések voltak ebben az időszakban, leírja a Akhábról szóló, majd ezt meg fogjuk nézni Akhábnál, hogy miket épített kül, mert mindegyik ilyen nagyfejűnek az lesz a mániája, hogy nagy dolgokat akar építeni. Az egyik hatalmas nagy színházakat, épületeket, hogy ne hagyja ki senkit, a másik stadionokat, minden kornak megvoltak, mindegyik egy monument, de nézzétek meg az összes, belevág egy, tehát mi ebben a baj? Hát az a baj, hogyha megnéztek egy bármilyen országot, nehéz megmagyarázni, csak ha megnézem Magyarországot, szerintem sokkal több mindenre inkább szükség lenne,
Most ha csak a miniszterelnök úr majd biztos megbocsát, de ha csak a magyar foci állapotát megnézem, akkor én nekem kéne dönteni, akkor azt mondanám, hogy itt mindenre van szükség, ezeknek nem stadiont adnék, hanem grundot, és mezítláb kezdjenek el focizni, mint Puskásék, és akkor talán újra megtanulnak focizni, mert hogy aranycipőben nem fognak megtanulni, az teljesen biztos. De ebben nem mennék vissza, ez egy szörnyű dolog, hogy ki vagyunk szolgáltatva ennek, egy ember szeszélyeinek, egy ember hóbortját valósítjuk meg országosan. Szokták mondani, hogy még jó, hogy szerencsénk van, hogy nem űr kikötő állomások a hobbija, mert akkor aztán még drágábbba kerülne, és ez így volt akkor is, és Akhábnak is megvoltak az őrült hobbiai, és ha megnézitek, a másiknak ott volt Heródes, óriási építkezéseket csinál, Heródes még a templomot is képes volt, olyan istentelen volt, ez a szemüveg tokom szerintem sokkal istenfélőbb, mint Heródes volt, még a templomot is hajlandó volt megújítani, de ő nem az Isten miatt újította meg, figyeljetek, ott állt vele szembe az élő Isten, testben. És abból semmit nem vett észre, de a templomot viszont parádésra megcsinálta. Tehát ez egy nagyon megdöbbentő gondolkodásmód, ezért ugye a Királyok könyvét kérlek bennetek, hogy soha nem politikai szempontból, mert azt lehet mondani, hogy Akkáb kora egy jó korszak volt. Viszont Isten mit mond? Hát ilyen gonosz embert még nem hordott a föld a hátán. Tehát Isten milyen szempontból nézni mindig a korszakokat? Erkölcsi szempontból nézni. Ezért ugye a Jelenések, amíg Dániel könyve egy világtörténelem is, addig a Jelenések könyve nem világtörténelem, hanem egy mennyből nézett egyháztörténelem. A Királyok könyve nem más, nem történelem. Ha a királyok alapján akarod megnézni, történelem alapján nem jó. Ezért nagyon érdekes dolog, hogy ketté akarom választani, kétféle hívő van. Az egyik az a futurisztikus hívő, aki csak a jövőben tud gondolkodni, semmi másban, csak a jövőben tud gondolkodni, nézzétek meg. A másik pedig a historikus hívő, aki pedig csak a múltban tud gondolkodni. Testvéreim, te ma a jelenben alakítod a sorsodat. Az is nagy hiba, csak ha a jövőben gondolkodsz, ugye ezekből lesznek a nagy proféták, idézőjelbe. Figyeljetek, a proféták, csak szeretném mondani, hogy a proféták kinek profétáltak elsődlegesen? Elsődlegesen a jelennek profétáltak. Hát csak hát semmire nem mentek volna, ha csak a jelennek profétáltak, és ezért ugye megvan ez a veszély benne, hogy ma is, ha megnézitek, vannak a jövőben gondolkodó, rákattan erre a témára, nem is tud másról beszélni, csak erről. És vannak a múltban, akik meg csak az... Figyeljetek, az a baj ma a kereszténységgel, hogy nem él a jelenben. Az egyik fele miben él? Jaj, bezzeg! 10 évvel ezelőtt milyen nagyszerű volt, mennyien jöttünk össze. A másik meg mit csinál? Majd meglátod, majd holnap, majd... Hát de nekünk itt kell élnünk ebben a jelenben. Ez egy érdekes dolog, ezért ugye ma ilyen úgy hívom, hogy nosztalgikus kereszténység. És figyeljetek, abból, amikor kimegy a tűz, akkor kétféle kereszténység lesz. Az egyik az az okoskodó, fejtegető, aki megfejti a jövőt, a másik pedig a történész, aki azt mondja, hogy jaj, ez nem így volt, ezt nem így csináltuk régen, ezt nem úgy csináltuk régen, ezt nem amúgy csináltuk régen. Szóval ez nem jó, ezért ugye nagyon fontos, hogy a mennyből nézett történelem az mindig jelen idejű. Az mindig jelen idejű. Az ma akar neked segíteni. Én nem megyek semmire a segítségre a 20 évvel később, és nem megyek semmire azzal, hogy mi történt 30 évvel ezelőtt. Nekem ma kell segítenem. Ugye mit mond a Biblia a segítségnyújtásról? Hogy ha birtokodban van az, amit kérnek tőled, akkor ne azt mondd, hogy majd visszajössz, hanem akkor ott abban a pillanatban segíts meg. Mert miért? Mert a segítségnyújtás az mit jelent? Hát akkor. Persze ugye ma nagyon meg kell vizsgálni, mert ma annyi koldus van, annyi mindenki van, annyi nélkülöző ember, annyi mindenkinek meghal. Most látom az új trükk, hogy meghalt ez, meghalt az, mert ugye most rengetegen halnak meg, és most hát nem tud megítélni távolról, ha nem ismered, hogy ki halt meg. Szóval mindenféle módot kitalálnak az emberek, de ezért fontos, hogy az Ószövetség egyszerűen tanúságként iratott meg, emberi elfogultságtól mentes, mert egyszerűen felülről nézi a történeteket. Aztán még egy érdekes dolog van itt, ami a korszak jellemzőire van, hogy ha megnézitek, majd nem csak nemzeti szinten nézi az eseményeket, hanem egyéni szinten is nézi. Tehát Akháb idejében például alig van szó Izraelről, hogy mi történt a néppel, viszont Akhábbal, hogy mi történt, arról nagyon komolyan szó van. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy a mennyből nézett történelem, az mindig figyeli nemzetenként is, tehát figyeljétek meg, azt mondja, hogy figyeli a Jelenések könyvében ugye a mennyből nézett, figyeli a gyülekezetek állapotát is, az övének az állapotát, de ugye az elpecsételés az hogy zajlik, egyénileg figyeli az egyének állapotát is. Az egyének állapotát. Ugye azt mondja Ezékiel profétája pontosan, hogyha a zsidók jól jöttek vissza volna a babiloni fogságból, akkor azt mondja, hogy nem adok fölé többet már mást, hanem én leszek a te tanítód.
Én leszek a te tanítód, és ugye majd ugyanebbe az időszakba megyünk bele. Ezért ugye az egyéni életeken keresztül is bemutatja az időszakot. Figyeljetek, mint a felbomlott királyságban, majd meglátjátok északon délen, annyi csak, ha megnézitek majd ott Illés életét, Elizeus életét, annyi tragédia, oda megy, ugye elveszi az asszonynak az utolsó kajáját, megcsináltatja vele, oké, tudom, megsokasítja az olajat. Utána annak az asszony meghal a fia. Még maga a prófita is azt mondja, hogy uram, nem áll. Hát kikunyíztuk az utolsó kaját, és arra megölöd a fiát, uram, és akkor ugye, szóval nagyon sok tragédia van, vagy gondoljatok Elizeusra, amikor ugye Illés, vagy Elizeus már talán már nem is tudom, Illésnél volt az, amikor a... Na mindegy, majd odaérünk, tehát hogy olyan éhség van, hogy egymást teszik az emberek, és akkor azt mondja, de szerintem Elizeus, azt mondja Elizeus, hogy, mert ugye olyan az egyik főúr, és azt mondja, hogy ez nem lesz meg, amit te profitálsz, azt mondja, hogy 3 nap múlva, vagy nem tudom, vagy holnap ilyenkorra, nem tudom, hogy itt bőség lesz, gazdagság lesz, mikor a szíriaiak körbeveszik ugye a várost, és akkor utána a főember azt mondja, hogy ez nem lehet meg, és azt mondja, hogy meg fogod látni, de nem fogsz részesülni belőle. Tehát figyeljetek, az emberek egymást tették meg. Tehát óriási nyomorúságon megyünk keresztül, hát mit jelent? Egyéni tragédiákat is bemutat a királyok könyve, és ezért nagyszerű, hogy Isten mindig gondja van az egyénre is. Ezért ugye aprólékosan ennek a sorozatnak nem célja, hogy megvizsgáljuk a királyok könyvét, ezért ugye néhány király életén és néhány egyén életén fogjuk levonni a tanulságokat. Ugye a másik, amit fölírtam még, hogy majd megnézitek, és ilyen érdekes ilyen szemmel nézni, ugye ahogy írtam, hogy északon 1 reformer király volt, délen 3 reformer király volt, de ugye ez pontosan ez a kettészakadt királyság bizonyítja azt, hogy a mindenkori vezetőknek a jelentősége és felelőssége a nép lelki és szellemi életének az irányításában elválaszthatatlan, és nem mondhatja azt, hogy nekem nincs közöm hozzá, hanem szorosan összefügg. Ugye ma mindenkinek viszket a füle, hogyha egy vezető bírálva van. Először is szeretném elmondani, hogy ha valaki vezetőségre adja a fejét, akkor kutya kötelesség elviselni a bírálatot. Tehát nem lehet az, hogy az közszereplővé válik, és kutya kötelesség elviselni a bírálatot, de mivel a nép sorsa szervesen összefügg, figyeljetek azért Dávidnál, csak hozok egy példát. Dávid elé oda megy az Abigail. Dávid királyá volt már akkor kenve. Természetesen az Abigail nem volt bunkó vele, nem azt mondta, hogy te egy ilyen indulatos, hanem tök finoman, tök szépen. De testvéreim, úgy leiskolázza Dávidot, ez az asszony, hogy Dávidnak ott lehet, ha Dávid Saul, akkor Saul belevágja a dárdát az asszonyba, és figyeljetek, még számon se kéri tőle a helyi bíróság, mert egy asszony kész, elment az élete. Dávid nemhogy nem vágja bele a dárdáját, hanem Dávid utána elveszi feleségül, most az egy megint egy másik vonal, de elveszi feleségül miért, és Abigail hogy került bele a Bibliába? A bölcsességével kapcsolatban került bele a Bibliába. Nem lett volna, figyeljetek, abban az időben nem volt divat, hogy az asszonyok tanácsokat adnak a királynak. Abban az időben nem, hogy nem volt divat, az egyáltalán nem volt divat, hogy az asszonyok a király elé mennek. Ez az asszony óriási rizikót vállalt azzal, hogy oda ment a királyra, de számtalan ilyen példát tudnék ezzel kapcsolatban felsorolni. Úgyhogy egy nagyon fontos dolog, hogy a nép sorsa, a lelki iránya szorosan összefügg a vezetőnek a hitbéli magatartásával. Figyeljetek, a vezetőnek nem a gazdagságával, a szegénységével, és soha nem ezzel volt. Tudom, hogy ma ez van kiélezve, de talán még ez a legkevesebb probléma. Hanem mindig a hitbeli meggyőződésével és a hitbeli magatartásával függ össze. Nézzétek meg, Salamon elvitte a málnásba az egész népet. Akháb elvitte a málnásba az egész népet. Saul elvitte a málnásba a népnek a jó részét. Ezért voltak olyan uralkodók, akik felemelték a népet, és voltak olyan uralkodók, akik hanyatlást és teljes romlást hoztak a nép életében. Ezért figyeljetek, a nép kezében is van a döntés. Ugye nem véletlenül a nép kezében milyen döntés van. Képes-e a nép előzni egy olyan uralkodót, aki hanyatlásba visz? Igen. A kérdés az, hogy el akarja űzni. Nézzek, van, amikor évtizedeket tűrik az emberek. Ma is egy olyan korszakot élünk, amikor azt mondom, hogy ma nem tartom képesnek a népet arra, inkább a nép elviseli, hogy hanyatlásba vigyék, mint hogy elűzzön. És nézzétek meg, ennek mindig súlyos következményei vannak, ezért nem igaz, hogy nincs a nép kezében sok esetben a döntés, hanem a nép nagyon sokszor kitart feleslegesen dolgok mellett, és ez komoly következményeket okoz. Nézzétek meg, Salamonnak a lázadás olyan következményeket okozott, hogy a következő generáció számára már visszafordíthatatlan volt a folyamat.
Tehát nem egy visszafordítható. Vannak az életünkben visszafordítható folyamatok, és vannak az életünkben visszafordíthatatlan folyamatok. Például megkérdezik tőlem általában a fiatalok, akik még nem házasok, de mit tudom én, elesnek különböző bűnökben, hogy meddig mehetnek el. Ugye ez egy kérdés. Például a szexualitás. Jön egy fiú, és azt mondja, hogy meddig mehet el. Ez a nagy kérdés. Meddig mehet el? Hát ugye, most erre milyen választ adsz? Aki ezt már megkérdezi, az azt jelenti, hogy már valameddig elment, csak nem tudja, hogy tovább mehet-e. Mert aki még nem mentes meg, az nem kérdezi ilyet, mert azt se tudja, hogy hogyan kell valameddig elmenni. Tehát itt már csak az a kérdés, hogy meddig ment el, meg kell találni, hogy meddig ment el. De ugye itt nagyon érdekes, hogy nem ez a... Nagyon megdöbbent, hogy nem ez a kérdés, hogy meddig mehetek el, hanem hogy mi az a pont, ahonnan vissza tudok fordulni. Például ugye nagyon érdekes a szexualitással kapcsolatban. Ugye régen az volt, hogyha valaki valakivel lefeküdt, akkor el kellett vegye feleségül. Ugye ma már ez nincsen, ma már szétmennek, ha kell, kész, sőt, egy pár perces élmény, és jól vannak. De testvéreim, hogyha ebből a pár perces örömből gyerek lesz, az egy visszafordíthatatlan folyamat. Az egy visszafordíthatatlan folyamat, azt nem lehet visszacsinálni, azt nem lehet, azt valakinek föl kell nevelje, ha ők külön mennek, akkor már csak külön nevelik föl, a gyerek az hátrányos helyzetből indul, és akkor ugye nagyon érdekes az amerikai gyerekeknél, 2000-es években csináltok egy kutatást, és az volt a kérdés, hogy egy ilyen ünnepek előtti kutatás volt, hogy mit szeretnének a legjobban, és a gyerekeknek a nagy része azt mondta, hogy azt szeretnék, hogyha egy apukájuk lenne. Nem karácsonyi ajándékot, meg ilyet, hanem azt szeretnének, képzeljétek el, hogy milyen állapotok lehetnek ezen a területen. És hát gondolom, hogy ez kis hazánkban sem más, hogy ugye egészen más az, amikor... Hát főleg olyanról meg az meg abban ne is belegondolni, amikor 3-4-5 apukája van. Szóval az meg maga, hát most ott kit szeressen, vagy kire hallgasson. Szóval ezek visszafordíthatatlan folyamatok, teljes mértékben visszafordíthatatlan folyamatok. Jó, egyetlen egy nehézség lesz a királyság időrendjének a beazonosítása, ezért vettem külön az északot meg a délt. Miért vettem külön? Azért, mert sok azonos nevű király is van, és úgy nehéz lenne, de majd meglátjátok, hogy mindig be lehet azonosítani, hogy ki kinek a leszármazottja, arról a legkönnyebb. Ugye, ahogy elmondtam, közel azonos számú uralkodó volt északon, mint délen, csak a különbség az volt, hogy Izrael 208 évig létezett, az asszír fogságig, Júda pedig 344 évig létezett a babiloni fogságig. Ugye azért volt gyors az uralomváltás, mert általában erőszakos volt a hatalom átvétel. Puccsokkal vették át. Voltak olyan puccsok, majd meglátjátok az északiba több is, ahol a teljes dinasztiát kiirtották. Ha megnézitek, Akháb időszakában, Akháb után talán, úgy kellett eldugni, mert majdnem kiirtották az egész generációt. Tehát alig maradt utód. Jó, ugye gyors volt az uralomváltás, ahogy beszéltük, volt, aki két napig volt, gyakori volt az egy-két éves uralmon lét, úgyhogy megdöbbentő, majd meglátjátok, hogy egy-két király után délen még csak egy-két király megy el, északon már 4-5. Tehát olyan sűrűen változtatták. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az istentelenség az egy teljesen kiszámíthatatlan életet jelent. Teljesen kiszámíthatatlan életet jelent. Ugye sokszor érdekes, hogy miért adott egyre nehezebb és makacsabb uralkodókat, miért engedte meg Isten, hogy északon azok legyenek? Nagyon egyszerű a kérdés, mert ugye hogy lehet, nézzétek meg, hogy Isten mindig akkor enged meg rosszabb uralkodót, amikor a népnek szüksége van erre. Amikor a nép alázatos és tiszta, akkor nagyon jó uralkodókat engedek meg. Úgyhogy nagyon sokszor az uralkodó választás az ettől is függ. Ugye délen folytonosság van, Dávid leszármazottai uralkodnak, északon pedig dinasztikus uralkodás van főleg. Amit el kell mondani még, ami a legmegdöbbentőbb, hogy sem északon és sem délen nem érvényesülnek a királyok törvényei. A királyokra vonatkozó törvények, ugye, amit felolvastunk az 5 Mózesben múlt héten, újra felolvastam. Tehát ugye öröklés, ugye Isten mit mond, hogy nem lehet örök. Az első törvénye mi volt a királyok törvények, hogy ő jelöli és nem ők választják. Ezért ugye egyáltalán nem érvényesülnek a királyok törvényei. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy teljesen elszakadtak, minden pontját a királyok törvényének megszakítottak, ami a valaha is az Istenhez kötötte őket. Szeretném elmondani, hogy 2 északon is van 1 kivétel,
délen is van kivétel, ahol Isten választása szerint jött a király. Ha ezt akarjátok, akkor megkereshetitek ezt a két királyt. Tehát északon is van egy király, ami nem dinasztikusan öröklődött, hanem Isten jelölte ki, és délen is van egy király, amit Isten jelölt ki, tehát mind a kettő helyen, mondom az ige helyet, nem mondom, nehogy is mondom, tehát mind a két helyen van egy, tehát mindenhol van üdítő kivétel, csak szeretném elmondani, hogy amikor engedik, ez miért példa, miért mondom el, azért mondom el, mert amikor engedték, hogy Isten beleavatkozzon, Isten nem volt durcás, azonnal beleavatkozott. Tehát amikor te engeded, hogy Isten beleavatkozzon az életedbe, akkor Isten azt mondja, hogy jaj, most nem. Most nem lehet, most haragszom, most öri-hari van. Tudjátok, ezt mi játsszuk óvodától kezdve, öri-hari. Aztán két óra múlva ott homokoztunk vele a homokozóba. Ugyanígy van egy jó házasságban is, hogy kifelé fordul mind a két fél, aztán 10 perc múlva meg mindenki csak befelé fordul és kibékülnek. Ez a legjobb módja a harag legyőzésének, különben a legjobb módja a békülés. Ennél jobbat nem találta ki. Ugye itt két királyt Isten jelölt ki, és majd meglátjátok annak a két királynak az élete egész jó, úgyhogy ez két kivétel van, ezt ha megtaláljátok, akkor értékes ajándékokat fogok kisorsolni közöttetek. Egy Balaton szeret erejéig. No, tehát délen ugye a hanyatlás és a hitehagyás ellenére néha voltak reformkirályok, akiket az Isten törvényéhez való visszatérést, akik az Isten törvényéhez való visszatérést képviselték. Északon nem adattak ilyen királyok, akik az Isten törvényéhez való visszatérést képviselték. Egyetlen egy kivétel volt, amit majd megkerestek, de a délen ott volt 3 is ilyen, de nem adattak ilyen királyok, ezért ugye délen pont ennél a 3 királynál volt fordulat, ugye Josafát, Ezékiás és Josiás idejét mondom, ahol tényleg egy nagy reform folyamat indul, és figyeljetek, nagyon érdekes, hogy pont arra példa, amit mondtam nektek, hogy amikor a király visszafordul az Istenhez, abban a pillanatban nép is visszafordul az Istenhez. Abban a pillanatban nép is. Sokszor mondták nekem, hogy az én anyaszentegyházamban mi lenne a legjobb megoldás. Én elmondom, mi lenne a legjobb megoldás. Az első számú vezető teljes szívével és lelkével visszafordul az Istenhez. Miért? Mert akkor a nép visszafordul az Istenhez. Ez a leggyorsabb, a legfájdalommentesebb visszafordulás. Ennél fájdalommentesebb nincsen, én azt gondolom. Hogy ennek mennyi a realitása, azt majd megnézzük a felbomlott királyságból, de a megoldásként én ezt javasolnám első körbe. Mind a két helyen, mivel nem volt az Istennel való kapcsolatuk, mind a két helyen megerősödik a hitehagyás, és ugye ami megdöbbentő, hogy az északi területen a hitehagyást még a proféták sem tudták megállítani. A déli területen lassítani tudták, de az északin megállítani nem tudták a proféták a hitehagyást. Északon a romlást egyetlen egy tudta megállítani, akit majd esetleg megkerestek, viszont akit Isten jelölt ki. Ugye nem lesz nehéz különben az északit megkeresni, a délit már különben nehezebb lesz, mert a déli nincs közte a Josafát, Ezékiás, Josiás triumvirátusban, de az északit nem lesz nehéz megkeresni, ugye azt keresik, hogy ki az, akit Isten rakott oda. Északon folyamatosan romlik és zuhon a hitélet, viszonylag gyorsan, délen a 3 reformer király lassabban történt a hanyatlás. Testvéreim, egy fontos dolgot szeretnék meg elmondani, hogy néha az Isten ítéletét mi azt hiszük, hogy azért kapjuk, mert Isten zabos. Az Isten az ítéletét nagyon sokszor azért adja, hogy lassuljon a hanyatlásnak a folyamata. Például, ha Szodomát, Gomorát nem semmisíti meg, akkor az egész térség sokkal gyorsabban romlik. Így Szodoma, Gomorát elpusztította, ezért visszatartó erő. Csak gondoljatok bele, Elizeus jön ki egy helyről, és egy profétáknak ugye megvoltak még a sámueli proféta iskolák, Elizeus ezeket végigrátogatta, és jön ki egy helyről, és elkezdik csúfolni ezen a helyen, és Elizeus talál mondani egy mondatot. És ha megnézitek, az a tisztelet, ami Elizeust körbeövezte, az végigkísérte. Tehát itt egyszer jött egy isteni ítélet, és utána ez Elizeus, utána én nem olvasok olyat, hogy Elizeusra bárki bármit elmett volna mondani, hogy kopasz, meg ilyen, meg olyan, olyankor mindenki tudta, hogy meddig mehet el. Miért? Azért, mert Isten néha ítéleteket azért enged meg, hogy utána a következő generáció tanuljon belőle. Például, amikor megengedte Isten, ugye a zsidóságnál ezt meg
Nagyon érdekes, de ugye a zsidóság is kérdezte, hogy miért engedte meg az antiszemitizmust nagyon sok esetben. És nézzétek meg, talán azért, hogy a következő generáció tanuljon belőle, de mi a hanyatlás, mikor látszik, hogy gyors egy hanyatlás? Hát testvéreim, én megdöbbenek azon, hogy kijönnek a zsidók a koncentrációs táborból, és Ciprus szigetén újra koncentrációs táborokba zárják őket, meg különböző helyeken. Miért? Nem indulnak a hajók, hogy visszatérjenek az ígéret földjére. Ugye a Schindler nagyon jól bemutatja. Azt mondja, nyugatra ne menjenek, mert ott nem kellenek senkinek. Keletre szintén ne menjenek, mert ott nem kellenek senkinek. Ezért milyen mozgalmak indultak meg? Hát, hogy hazamennek az ígéret földjére. Ugye oda pedig nem engedték őket, bezárták őket koncentrációs táborba. Csak gondoljatok az Exodus nevű hajóra. Nagyon érdekes az ő példája. Tehát évek tellenek el, mire újra 1948-ig várunk, mire megalakul Izrael, hogy újra haza tudnak menni. Tehát nagyon nagyobb megdöbbentő. Azt lehet mondani, hogy a második világháború utáni Európa, vagy a világ tanult a második világháború antiszemitizmusából, határozott választ lehet mondani nem. Határozott választ lehet mondani nem. Nézzétek meg, Müncheni olimpia. 30 évvel vagyunk a háború befejezése után. Céltudatosan milyen merénylet volt, céltudatosan az izraeli küldöttséget ölték, és ejtették fogságba. Tehát egyértelműen nem tanul belőle. Ezért ugye az északinak mi volt a baja? Az, hogy nem tanult. Voltak próbák, de nem tanult az ítéletből. Délen a reformer királyok kicsit rassították. Ugye Isten által mind az északi és mind a déli, ha megnézitek a legnagyobb pusztulást, ugye északnak a teljes megsemmisülése az asszír fogság volt, délnek a részleges megsemmisülése ugye a babiloni fogság volt. Figyeljetek, mind a kettőt Isten engedi meg. Meg van profétálva az asszír is, és meg van profétálva a Babilon is. Mind a kettőt Isten engedi meg. Miért? Ugye az asszírnál ott tudta, hogy meghagyott egy maradékot, ezért lehet megérteni, hogy asszír fogságból miért nem jöttek vissza, mert azt látta Isten, hogy az egész nép nem fog megújulni, talán a maradék. Ugyanez van az utolsó időkben, és látja Isten, hogy az egész nép nem fog megújulni, és meghagy egy maradékot. A keskeny út. Ezt jelképezi. A keskeny út ezt jelképezi, és egy nagyon érdekes képet, ahogy valamelyik este imádkoztam, egy nagyon érdekes képet mutatott az Isten, mert sokszor mi a keskeny utat csak úgy képzeljük el, hogy oké, rajta maradunk, és szépen tudunk, főleg ha megközeljük, szépen tudunk rajta haladni, de még egy dolgot mutatott nekem az Isten, hogy a keskeny úton kizárólag Jézussal lehet haladni. Az némelyik részén annyira keskeny, hogy ott muszáj, hogy megfogja a kezedet. És ugye itt értettem meg, hogy figyeljetek, Istennek a Jézus, mikor megkérdezték, hogy szeresd az Uradat és az Istenedet, bízzál benne, és ugye szeresd az embertársadat, ugye nagyon sokszor ez úgy működik, hogy megfogja Jézus a kezemet, én pedig ezen a keskeny úton mit csinálok, hogy haladtunk, amikor, csak gondoljatok vissza, mi kisebbek voltunk, hogy mentünk át egy vékony valamin, úgyhogy az óvónéni csak egy embernek tudja megfogni a kezét. A keskenyen még kettőnek se tudja, miért, hát nem férnek el rajta. A többi ugye megfogta egynek a kezét, és a harmadiknak már kifogta meg a kezét, az a gyerek, akinek az óvónéni fogta a kezét. És itt lehet megérteni, hogy ha neked megfogja Jézus a kezedet, és te tudod, hogy megfogta, akkor te azzal ne úgy éljél, hogy nekem megfogta és kész, hanem akkor neked mi a feladatod? Másik kezeddel rögtön meg kell fognod egy másik embernek a kezét, mert ez így működik. Ezt így lehet továbbadni. És a keskeny úton sokan azért esnek le, mert Jézus megfogja az ő kezüket, mert ugye sokszor megkezdik, hogy hogyan lehet elbukni a keskeny úton. Hát ha fogja Jézus a kezemet, akkor sehogy. De viszont ha fogja Jézus a kezemet, akkor nekem is kell valakinek fogni a kezét. Ezért mondta az, hogy nem szeretheted jobban az Istent, akit nem látsz, mint azt, akit látsz. Ugye ez egy fontos dolog volt, hogy a pusztulását mindegyiknek megmondta, és nézzétek meg, hogy ugye pont a babiloni tragédia azt mutatja, hogy Babilonból úgy mennek el, hogy még énekelni se akarnak, és ugye azt gondolná az ember, hogy majd, és Ezékiel ezért volt lelkes, mutatta neki az Isten, hogyha visszajönnek, ilyen templom, Ezékiel nagyon lelkes volt. És ugye mi a tragédia, hogy olvassuk, ugye Esdrás és Nehémiás könyvében olvassuk, hogy a napi működéshez nem volt meg a megfelelő ember. A napi működéshez nem voltak meg az emberek. Ezért ugye nem tanultak a hibájukból, és nem álltak meg a jeltőn, és Asszíria után a déliekkel mi történt? Asszíria után 140 évvel jött Babilon, ugye a déliek lépéselőnyben voltak, igen, mert a déliek végignézték az északi elhurcolását. Ugye ezért szoktam mondani én a nagyok közül a legutolsónak, ugye a Dorka lányomnak, hogy
neked mindenben okosabbnak kell lenni a többinél, mert te négynek, háromnak nézted végig a pozitív és negatív. Ugye sokszor mondják, hogy a legkisebbnek a legjobb. Mert ha az úgy nézi a többi testvérét, nem úgy, hogy mit kapott a többi, hanem úgy nézi a többi testvérét, hogy mondjuk csak negatív oldalról, hogy mibe ment bele a többi, amiben ő neki már nem kell belemenni, akkor ő már egy nagyon tapasztalt, a fiatal kora ellenére tapasztaltabb, mint az elődei. Ugye az első szülöttet, ha belegondoltok, Isten miért részesítette a legkeményebb, a legnagyobb áldásban és a legnagyobb tisztességben? Azért, mert ő neki nem volt kit nézzen, ő a legtöbbet a saját hibáiból tanult. Ezért az első szülöttnek, ahol Izraelben is, vagy bárhol, ahol ezt komolyan veszik, ott annak egy nehéz feladata van. Hát a szülő is a legnagyobbat oda testálja. Főleg, ha fiú, akkor az apa mindig leülteti az elsőszülött fiát. Ha az házasodik először, mindenben azon a nagy teher van a vállán. Annak mindig példát kell mutatni a többinek, mert mindig csak ő marad a bátyus, vagy a nővérke. Hát ugye az általában a bátyus szokta ottatni az öcsét, és nem az öcsi a bátyját. Legalábbis ideális esetben, azért majd leül az öcsi, és akkor kisfiam is most már 6 éves, de én mindig amikor látom rajta, amikor valamit meg akar tudni, akkor nem azt mondja, hogy Viktor, hanem azt mondja, hogy bátyus. És akkor onnan tudjuk, hogy ő most valamit nagyon meg akar tudni, mert amikor Viktor, akkor haragszik rá, akkor egyenragú partnernek tartja. De amikor azt mondják, hogy bátyus, akkor tudom, hogy mindig akar valamit tőle, és akkor mindig hagyni kell őket, mert akkor nem apát kérdezett, meg nem anyát, hanem akkor bátyust. Akkor ez az ő kis világában egy olyan kérdés, amit apától, anyától lehet, hogy nem mer, de a bátyustól megmeri kérdezni. És így meg lehet érteni. Amúgy különben sok helyen az elsőszülöttek drógerek voltak. Ézsau, stb. És mégis Isten azt mondta, nem vette el Ézsautól. Jó, persze, Ézsau az anyagi részét nem vette el. Amire Ézsaunak szüksége volt, azt meghagyta neki. Mit vesztett el Ézsau? Hát a leglényegesebbet, de ez nem volt lényeges Ézsaunak. Ezért ugye az utolsó gyereknek azért ilyen szempontból jó lenni. Hát például ugye egy későn született gyereknek milyen jó a szülője, egyből a nagyszülője is. Azzal az élettapasztalattal ott van, értitek? Hát szoktam mondani, én ugye a kettő között átmenetben vagyok, mert szülőnek már idős vagyok, de nagyszülőnek meg még fiatal. És ugye szoktam mondani, amikor mit tűnő, a gyerek kér a boltba, hogy apa, csokit szeretnék, akkor valamikor előjön a szülő, és azt mondom, hogy nem kap semmilyen csokit, otthon van, majd hazamegyünk, kapsz. És amikor meg előjön bennem a nagyszülő, persze, miért? Szóval ez egy érdekes dolog, és otthon a fegyelmezés is ilyen, hogy egyszer gyerek meglepődik, mert szülőként elfenek kellem minden húzat, máskor meg fuss, szaladj, elengedem, akkor meg a nagypapa szerepet. Szóval az a jó, ha ez a kettő elkülönül különben egymástól, de a késői gyereknek nagyon-nagyon sok jó lehetőség van. Nézzétek meg Salamonnál, Salamon emberi szempontból is a legtöbbet kapta a többihez képest, és még egy hely, ugye múltkor megnéztük, ő lett a lelki, pedig ő aztán igazán lehetett volna jó test, jó lélek, jó szellem, épp testben épp lélek lehetett volna ő, csak nem tanult az elődei hibájából. Pedig az Isten oda, most gondolkodtam rajta, mert ugye mindig csak pejoratíve mondtam, hogy oda dörkölte az Isten, hogy Dávid a te atyád miatt, de lehet, hogy ebben volt tanítás, hogy azt mondja, hogy ne hülyéskedj. Nézd már meg, hogy Dávid hogy csinálta, hogy mindig erre hívta fel a figyelmét. Ugye milyen megdöbbentő, hogy a legvégén azt mondja Salamonnak, hogy elveszem tőled a királyságot, és ketté fog szakadni, de a te életedben, amúgy nem miattad, hanem Dávid a te apád miatt még. Szóval még ott mindig Salamonnak, ha nem az én, ugye nem engem hallgat meg, hogy Dávid, akkor ott minek kellett volna rájönnie, hogy amikor, miért is mondja ezt Isten? Amikor apám bocsánatot kért, akkor megváltozott minden? Igen, megváltozott minden. Csak Salamonnak nem jutott eszébe ez. Figyeljetek, a Salamon ez eszébe jutott volna, valahol olvastánk. De nem olvassuk. Sajnos nem olvassuk. Ezért ugye az intései, a figyelmeztetései Istennek hatástalanok maradtak, így az ítéletek bekövetkeztek, és ugye ezeket és ezzel az igével zárnám, ez különben, ami itt bekövetkezett, hogy lássátok, hogy Mózes mekkora proféta volt, ugye Illést mindig kiemeljük, de Mózes mekkora proféta volt a 4 Mózes 33. részének, az 55. és 56. versét szeretném felolvasni. Azt mondja itt a 4 Mózes könyvben az ige, ha pedig nem űzitek ki annak a földnek
a lakósait a ti színetek elől, akkor akiket meghagytok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek nektek a földön, amelyen lakoztok. Ugye itt majd mindjárt felolvasom az 56-at is, ez napjainkig beteljesült. Tehát ezzel semmi gond nincsen. De az 56-ra hívom fel a figyelmeteket, és akkor, amiképpen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek is. Na itt ez a megrázó. Tulajdonképpen Mózes azt mondta, hogy ha úgy fogtok élni, ahogy a környező népek, akkor én veletek ugyanúgy fogok cselekedni. Attól, hogy ti zsidók vagytok, meg Izrael vagytok, attól nem fogtok más elbírálás alá esni. Testvéreim, itt semmi más nem mond Isten, figyeljetek, ugyanúgy cselekszem veletek, ahogy a kánaanita népekkel. Ugye itt lehet azt megérteni, amit hétről hétre mondok, hogy ki az Isten népe az, aki képviseli az Isten akaratát a Földön. Nem az a, ugye erre mondta Pál apostol, hogy nem az a zsidó. Figyeljetek, ez maga Isten szájából jön ki Mózesen keresztül, azt mondja, ugyan a figyeljetek, lementek kánaanita szintre. Tehát Isten, nem csak az, hogy az Isten szemében lementek, hanem azt mondja, hogy még a következményei is azok lesznek, ami a kánaanita népek szemében. Hát figyeljetek, az asszír fogság ezért volt megdöbbentő, úgy tűnt el a 10 törzs a föld színéről, az Isten által megígélt örökségükről, a földjükről, mint a cica, amikor eltűnik. A mai napig nem tudják, hogy hol vannak. Úgy tűntek el ezek a törzsek. Úgyhogy külön fogjuk megnézni az északit és külön a déli királyságnak a történetét, és jövő héten, ha Isten is megsegít bennünket, akkor már 4 királyt fogok megnézni, illetve 5-öt, Jeroboámot, Nádábot, Baását, Elát és Zimrit, ezeket a királyokat fogjuk megnézni, és ez a korszak egy nagyon érdekes korszak lesz, tehát 4 szakaszban fogjuk megnézni a királyokat. Én főleg a nyomorúságaikat fogom kiemelni, majd meglátjátok, hogy megdöbbentő nyomorúságokat csináltak, tehát megdöbbentő dolgokat, olyan, mintha nem is lett volna Ábrahám, Izsák, Jákob, tehát valami olyan, ezt tudjátok, azért megdöbbentő, mert az az ember, akinek valaha volt kapcsolata Istennel, és elszakad Istentől, az valami olyan mélységekbe tud. Figyeljetek, azt mondja, nagyon érdekes, hogy az Új Szövetség fogalmaz, azt mondja, hogy az Istentől elszakadt ember 7-szerte gonoszabb állapotba tud kerülni. Szóval itt lehet megérteni, hogy inkább maradjon az ember hideg, mert akkor csak nagyon gonosz lesz. De ha megismeri és elszakad az Istentől tudatosan, és megtagadja az Istent, akkor ott azt mondja a Biblia, hogy ez egy olyan állapotba kerültet, hogy az első állapota az egy áldás lenne ahhoz, amibe került. És majd meglátjátok, ezeknél a királyoknál lehet látni, hogy főleg az északiaknál, hogy megyünk egyre és egyre mélyebben benne, hogy lehet látni azt, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre süllyednek. Tehát nagyon megdöbbentő lesz, és olyan felüdülés lesz a déli királyokat majd megnézni, ahol van három király, aki ezek igazi három királyok voltak. Tehát ezek nem a betlehemi három királyok, ezek tényleg olyanok voltak. Mai napig, például ugye Ezékiásnál a mai napig lehet látni azokat az eredményeket, amiket ő csinált. Tehát amikor bemegyünk az Ezékiás alagútjába, Jeruzsálembe, ami mai napig folyik a Gihon forrás, szóval megdöbbentő, testvérek, hogy ezek, szóval ott látod, hogy kézzel kifaragták a dolgokat, szóval megdöbbentő, hogy milyen dolgokat tettek meg, de a sok király közül csak három maradt meg. Ha van ilyen jegyzetetek, ha nincs, akkor nyugodtan tudtok venni onnan az asztaltról. Itt ebbe benne vannak, de jövő héten hozok egy újabbat, ahol még könnyebben átlátható. És ha megnézitek, ami megdöbbentő még, és ez az utolsó mondatom, hogy vannak olyan időszakok Izrael északi királynőnek az életében, amikor egyáltalán nincs proféta. Egyáltalán nincs proféta. Az mit jelent? Az Istennek semmi szava nincsen. Semmi szava nincsen. Ugye mi sokszor, épp Andrással itt beszélgetünk az alkalom elején, hogy szinte ma is egy olyan időszak van, amikor hallgat az Isten. És ugye mi ezért keresztények általában reklamálunk, hogy válaszolj. Olyan oldalról is közelítsétek meg az Isten hallgatását, nem azért hallgat, mert szomorú vagy mert rossz kedve van, vagy mert nincs kedve beszélni, vagy mert megnémult. Összefugg sokszor a hallgatása az emberiség állapotával is. És egyszerűen nincs mit,
nincs mit mondjam. Most ha én csak az egyház elmúlt időszakát, vagy talán a 21. század Istenhez való hozzáállását nézem meg, és most nem egyénekről, hanem egyházakról beszélek, épp most jött ki kaptam egy levelet, ugye most ebben a nagy pandémiában valaki levadászta az egyházaknak adott állami támogatást. Az egyházaknak adott állami támogatás. Nem akarlak benneteket felizgatni így az alkalom végén, hogy milyen összeget tett ki, amit az egyházak ma kaptak, de messze a protestáns mozgalom egy, már messze nem a katolikus és a református viszi a prímet, hanem most nem akarok falut sem mondani semmit, de kis falukba. De azért a felekezet nevét kimondom, a pünkösdi egyház, mindenféle templom építési, az, ami a református egyházat az elmúlt 10 évben templom építési reneszánsz követte, az most elérte a pünkösdi egyházat. Tehát ha pünkösdi egyház hívők hallgatjátok ezt a tanítást, akkor mindenképpen imádkozzatok az egyházatokért, mert az állam úgy kitömi pénzzel, mint a déli buszt, ami azt jelenti, hogy a maradék kapcsolatát is el fogja veszíteni Istennel. Tudom, hogy ez kemény mondat, de ez a tapasztalat. Ez a tapasztalat. Nem indokolt az, amikor embereknek testvéreim, ma tényleg nem indokolt. Ha igaz az, amit a tévében mutatnak minden este, akkor ma nem hiszem, hogy annak van az ideje, hogy megújítsunk bármilyen templomot. Az elmúlt év, úgy hívják, hogy az elmúlt 100 év legnagyobb. Bocsánat, nem, semmilyen másképp mondta. Az elmúlt 1000 év legnagyobb templomépítési, templomfejújtási programja lesz, ami tudjátok, mit jelent, 1000-ben mi történt, minden faluba építettek egy templomot, miért? Hogy a katolikus hitet tudják terjeszteni. Na most elképzeljétek, hogy ez mi pénzbe fog kerülni. És megdöbbentem, hogy ezen a listán nem az van, hogy római katolikus reformáció, hanem ezen a listán, testvéreim, olyan gyülekezetek vannak, akik a világosság tekintetében lényegesen többet kaptak az Istentől már több mint egy évszázaddal ezelőtt. És ez megrázó és megdöbbentő dolog, amire érdemes odafigyelni. Persze mindenki azt fogja mondani, hogy hát ha szebb a templom, akkor nagyobb lesz az ébredés. Semmilyen összefüggés nincsen. Sőt, én ellenkező tapasztalatot mondok. Minél szebb a templom, annál kisebb az ébredés. A templomnak nincsen összefüggése. Majd nézzétek vissza, akik több generációs keresztény családból származtok, lényegesen nagyobb ébredések voltak, amikor kim voltak a mezőben, amikor bújva jöttek össze egymásnál. Abban a pillanatban, hogy megépítettük a templomjainkat, abban a pillanatban el is kényelmesedtünk párhuzamosan. Mindenre megtaláltuk a felelőst, bejön egy egyszerű ember, az már a szolgálattal találkozik az ajtóba, aztán utána ültetik, aztán utána jön az ige szolgálat, aztán utána jön a bátorító szolgálat, beépítő szolgálat, leuraló szolgálat, megvarázsoló szolgálat. Épp csak arra nincs ideje, hogy az Istennel találkozzon, de ahogy mindenkit megismer egy idő után, úgyhogy ez egy egészen más időszak lesz. Ebben látják, ezzel akarja mutatni ez a nemzet, ennek a nemzetnek a vezetője a kereszténységüket, de ezzel nem a kereszténységünket fogjuk mutatni, hanem majd meglátjátok, ennek egészen más a gyümölcse, és ugye az egységes királyság kettészakadásának is az erkölcsi alapja az volt, hogy elszakadtak az Istentől. Úgyhogy jövő héten a királyságot fogjuk megnézni, és az északit, és végignézünk 4 vagy 5 királyt, aztán utána a többieket is, és áttérünk a délire. És mondom, az Akábot szeretném külön venni, mert az egy érdekes kérdés lesz.